Emilia Clarke. A Trónok harca című televíziós sorozat Daenerys Targaryen karakterét alakító színésznő őszintén beszélt komoly betegségéről, amelyben a betegek egyharmada az életét veszti. Kettő-nulla-egy-egyben diagnosztizáltak aneurizmát a sorozattárnál, miután kórházba került agyvérzés miatt. Nem lehetett halogatni, azonnali műtétet hajtottak végre rajta az orvosok. A 3 órás beavatkozást követően, amikor felébredt az altatásból, kiderült, hogy afázia alakult ki nála, így még a saját nevére sem emlékezett. Ahogyan a színésznő fogalmazott, szó szerint az életéért küzdött akkor és, ha ezek a gyötrelmek nem lettek volna elegek, a lábadozását az a tudat is megnehezítette, hogy a műtét során az orvosok egy másik, kisebb aneurizmát is találtak az agyában. Felépülését követően hazaengedték, de figyelmeztették, hogy a másik aneurizma is nagyon veszélyes. Bármikor bekövetkezhet az újabb baj. Emilia Clarke agyi aneurizmája és sztrókja még a Trónok harca második évadának a forgatása alatt történt. Végül 2013-ban sor került a második beavatkozásra is, ami azonban nem sikerült jól. A műtét során ugyanis az agya erősen bevérzett, mindezt az eltelt évek távlatából azért vállalta nyilvánosan is, mert úgy érezte, meg kell törnie a csendet, vállalnia kell ezt a betegséget is. Clarke egy jótékonysági kampányt is elindított Samejül néven, amellyel agysérülésben szenvedő fiatalok gyógyulásához szeretne hozzájárulni.